Itt körülnézve nagy öröm látni ennyi embert. Szeretettel köszöntök mindenkit, engedjétek meg, és engedjék meg, hogy miniszter urat köszöntöm, de a többieket hadd ne köszöntsem külön, hiszen a rendelkezésemre álló idő ezzel le is telne nagyjából is egészében. Nagy öröm számomra, hogy itt vagyunk ebbe az épületben, és hogy Budapest adhat otthont fizikai értelemben is ennek a rendezvénynek, nem először, nem másodszor, és reméljük, hogy nem is utoljára. Azzal kezdtem volna a beszédenet, hogy megdicsérjem Szalai Piroskát és a Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, de ő nagy bölcsen ezt már magáról mind elmondta, amit el kell mondani, meg a fővárosról is, úgyhogy ezzel nekem megspórolta ezt a teendőt, de azért hadd fejezzem ki számára is köszönetemet a főváros nevében is azért a tevékenységért, amit itt végez. Miért vagyunk mi itt most jó helyen? Azért, mert itt vagyunk Budapesten. Mit tud Budapest? Hát bizony azt gondolom, hogy egy olyan pezsgő világváros, és ennek a régiónak az egyik központja, ahol jó élni. Ahol jó élni, nem csak nekünk, idősebbeknek, nem csak általában az embereknek, de szerintem kiváló élni a fiataloknak. Tele vagyunk egyetemekkel, gyönyörű a város, kulturális programok tömkellege van, és ez egy gyönyörű város, zöld területekkel, biciklizési lehetőséggel, Dunával csatlakozik. Jó ezt hallani, vagy jó ezt mondani, de még jobb ezt másoktól hallani. És örömmel halljuk másoktól azt, hogy az Economist Intelligence Unit-nak, amelyik a világ egyik legnagyobb ilyen, hogy mondjam, tudományos elemző cége, és nagyon kevesen vannak, akik a világ nagy világvárosait idősorosan, hosszú távon elemzik, ugyanazzal a módszertannal is, így az összehasonlítás többé-kevésbé objektív. Az ő idősoruk szerint 2010-ben Budapest a 140 nagyobb nagyváros közül az 55. helyen állt, 2014-ben már az 50. helyen, és idén, augusztusban már a 34. helyen. Mit mond ez nekem? Azt, hogy úgy látszik, hogy nem csak én szerintem jó itt élni, hanem mások is így gondolják. Miért fontos ez? Azért fontos, mert egy jó városban, ahol jó élni, ott jó fiatalnak lenni, jó jól érezni magunkat, és így ez egy olyan szellemi környezetet is tud teremteni, ahol vállalkozásokat lehet kezdeni, startupokat alakítani, és utána ezekbe a startupokba életet lehelni. Hiszen egy olyan közösség, olyan dinamikus fiatalokba álló közösség rakható itt össze, ami máshol ritka. Ugyanakkor el kell mondani, és erről csak két mondatot mondanék, hogy Budapest fejlődése előtt új perspektíva nyílt azzal, hogy a főváros és a kormány megkötötte azt a stratégiai megállapodást, ami a következő néhány év együttműködésének keretet ad. Megalakítottuk a főváros közfejlesztési tanácsát, ami reményeim szerint lehetőséget ad arra, hogy a következő néhány évben olyan fejlődés legyen Budapesten, mint annak idején a város Budapest létrehozása után a millennium időszakában volt. Amit eddig elmondtam abból, azt gondolhatnánk, hogy minden rendben van. Hát ez nem igaz. Mert ha megnézzük a statisztikákat, vagy megnézzük az elemzéseket, igen, Budapestnek az egyik nagy hátránya, nehézsége az, hogy kevés a vállalkozói kedv, kevés a vállalkozói fiatal, kevesen kockáztatják azt, hogy a bizonytalanba belevéve új vállalkozásokat kezdjenek. Igaz ez, európai összehasonlításban, Amerikával nem is szabad, hogy összehasonlítsuk magunkat, mert még rosszabb lenne a kép, de igaz az a V4-ek körében is. Úgyhogy azért örülök az ilyen rendezvényeknek, mert igenis vagytok, vagyunk, és ez a fejlődés az, ami azt gondolom, hogy hosszú távon, a fővárosnak is fontos, hiszen a főváros gazdasága és a főváros fejlődése szorosan összefonódik, és ehhez a hosszú távú fejlesztéshez bizony az innováció, az új gondolatok és az új szellemiség és az új gazdasági társaságok megalakítása rendkívül fontos. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon kellemes estét, érezzék jól magukat, és könnyen lehet, ahogy a fiaim mondják, ha nem is reggel 8-ig, de a hajnalig tartó, hogy mondjam, vidámságba, hát ha egy-két fantasztikus új ötlet is születik, aminek jövőre már együtt, közösen örülhetünk. Köszönöm figyelmüket!